azt gondolom, hogy egy helyzet egyáltalán nem egyszerű, és annak ellenére, hogy mindenki ugye azt mondja, hogy érzi a súlyát, azért más az, amikor úgy van vele, hogy mondjuk most így ilyen esetben a fiúk, hogy úgy érzik, hogy ők küzdenek a lányokért, meg a csapatért, de azért tényleg más érzés az, amikor tudod, hogy most azért akarsz pontot szerezni a mai nap, hogy holnap ne menj párbajozni. És igazából az egy dolog, hogy én hoztam pontot, a Dorottya hozott pontot, a Bány hozott, és igazából az a baj, hogy hiába hoztam ezeket a pontokat, ha összességében ugye nem volt meg. Megálltunk hétnél. Igen, hétnél megálltunk. És szerintem nem is azzal volt a baj, hogy a fiúk nevettek, csak egyszerűen egy olyan furcsa helyzetben történt ez, amikor az volt, hogy két fiú, két lány kell választani, és szerintem az a poén az nagyon, nagyon rossz kor csattant. Igen, nekem is ez volt a fő problémám, hogy oké, mosolyogtam rajta, mert tényleg szerintem mindenki mosolyogott egyet, de hogy utána még ott egy vagy fél percig kacagok azon, hogy milyen vicces, mert tök jó, hogy én a héten mondjuk nem fogok kimenni, de jövő héten egyébként ugyanez a szituáció fog fentállni. És akkor majd, ha én fogok kacagni, vagy te fogsz kacagni, vagy Anna fog kacagni, szerintem nem fog jól esni senkinek. És nekem jelenleg abban a helyzetben totál nem esett jól úgy, hogy tudtam, hogy tétpontokról van szó. Én megértem, hogy a Benő vicces, és mindig poénnal üti el ezeket a helyzeteket, és ezzel tényleg nincs semmi gond. Mert őt mindenki úgy szereti, amilyen, igen, csak meg néha fontos, az időzítésen múlik sok dolog. Ez egyik legrosszabb pillanatban. És tényleg fontos az, hogy jó energiák és jó kedve legyen, de hogy ezt ne görgessük már túl. Igen. Szóval, hogy a túlon volt itt a hangsúly, nem azon, hogy alapból mosolyogtunk. Én úgy láttam mondjuk, hogy megértette ezt a helyzetet, amikor elmondtuk neki, hogy mi van. Én amit annyira nem értettem, hogy Viktor miért vette ennyire magára. Egyáltalán nem úgy szántam, sőt szerintem egyikünk sem az a személy, aki azt mondaná, hogy figyelj, rajtad ment el, mert amúgy el. És bocsánat a kifejezésed, de ma valahogy nem tudok szépen körbeírni szavakat. Bakfitty. Nem tudok bakfittyezni, mert a mai nap az nagyon nem bakfitty sajnos, bárcsak az lett volna. De hogy szerintem az a baj, hogy nagyon-nagyon magára vette azt, hogy ő neki nem sikerült ma pontot hozni, és szerintem nagyon bántja ez belülőt. És sajnos biztos ezért jött át neki másképp, ahogy azt én gondoltam, vagy ahogy azt te gondoltad. Persze. Csak tette, hogy az egyik például, aki a legjobban tudja, hogy amit én mondtam, annak pontosan az az alapja, hogy három régebbi ember van, és négy új. És ez nem azt jelenti, hogy most épp kik vannak itt, vagy mióta vannak itt, hanem hogy ez egészen odáig visszamenőleg a vonatkozik, hogy a legelső kékpárbaj, a második kékpárbaj, amikor a Viktorék még képesek voltak. Igen. És az, amit én mondok, az arra vonatkozik vissza, hogy valamit az eleje óta elcsúszik. Igen, így van. És arról meg nem tudok mit tenni, hogy ő magára vesz mindent. Én meg nem fogom 8-szor átgondolni, hogy mit mondok, mert ennek úgy éreztem, hogy ki kellett jönnie. Egy párbaj szituáció mindenkiből más reakciókat, érzelmeket és más játékot tud kihozni. És az, hogy Réka hogyan teljesít egy párbaj szituációban, senki nem tudja. Az, hogy Anna hogyan teljesít, senki nem tudja. Az, hogy én egy párbaj után úgy, hogy van tapasztalatom, hogyan teljesítenék, senki nem tudja. Így nem tudok forgatókönyvet, és nem is szeretnék forgatókönyvet felállítani a holnapi nappal kapcsolatban. Nyilván szerintem mindenki szeretne az exatlonban maradni, így mindenkinek ugyanaz a cél. Köszönjük, hogy követtek minket! Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.